Sziasztok! Üdvözöllek titeket az M-Store csatornán, és a mai videónkban a Xiaomi Buds 5-öt fogom nektek bemutatni, méghozzá ebben a gyönyörű titán színű színben, úgyhogy vágjunk is bele! Kicsomagolás követően találkozunk is a gyönyörű titán színű fülhallgatóval, majd egy kis használati utasítással, illetve egy 30 cm-es USB-C és kábellel. Érdekes módon a felső felhajtató részén nagyon fényes felületet kapott, gyorsan meg is fogja az ujjlenyomatokat, de akár tükörnek is használhatjuk. Viccet félretéve szerintem ennek ellenére is gyönyörű a fülhallgató, és egyébként könnyen is le lehet takarítani akár a pólónkkal. Maga a fülhallgató a szokásos Xiaomi gumiharangoshoz képest meglepett, hogy ő nem ebbe az irányba ment, és ennek ellenére is bőven tudja nyújtani azt a minőségű zajszűrés, mint az elődjei, hangzásról nem is beszélve. Ha már hangzás, nézzük is, mit találunk az alkalmazásban, ugyanis őt is, mint elődjeit be lehet párosítani a Xiaomi Earbuds abba, amit mutatok is, hogy kell. Először érdemes reszetelni a fülhallgatót, ami annyit jelent, hogy a doboznak az alján találunk egy nagyon elrejtett gombot, ezt kell enyhén hosszan nyomni, miközben a fülhallgatókat a tokban felnyitott állapotban vannak, majd elkezd villogni egy kis LED a doboz elején, ez azt jelenti, hogy a fülhallgatók reszetelve lesztek, és készen állnak az új eszközhöz való párosításra. Miután ezzel meg is vagyunk, csak egyszerűen bemegyünk a Bluetooth beállításokba a telefonunkon, és megkeressük eszközünk nevét, majd megnyitjuk a Xiaomi Earbuds appot. Akinek még nem volt fülhallgatója az alkalmazásba, annak egyből a Xiaomi Buds 5 fog feljönni, viszont nekem át kellett váltanom rá. Először is, amit tudunk állítani, az a zajszűrés lesz. Van automata, amit mindenféleképp ajánlok, ugyanis a fülhallgató igazodik majd a környezetünkhöz, vagy pedig manuálisan is lehet állítani enyhe és erős között. Ezeket a beállításokat csak úgy lehet állítani, hogyha a fülhallgató a fülünkben van, más esetben szólni fog az alkalmazás, hogy helyezzük a fülünkbe a fülhallgatókat. Majd a gesztusvezérlést tudjuk testre szabni, ha esetleg valakinek nem lennének kényelmesek az alapbeállítások, akkor ezeket bárhogy testre tudja szabni. Audio effektek menüben be tudjuk kapcsolni a térbeli hangzást, amit zenehallgatásra nagyon nem ajánlok, de filmnézésre igenis, illetve adaptív hangzást is, amely igazodik a fülünk formájához. Ebben az esetben számomra egy fokkal jobb lett a hangzás a fülhallgatónak, így ezt is tudom javasolni. Majd pedig kapunk egy kisebb equalizert is az appon belül, ahol vannak előre beállított profilok, de akár mi is testre tudjuk szabni ezt. Egyedül azt sajnálom, hogy csak egy profilt lehet erre beállítani, és többet nem lehet elmenteni. Extra beállítások között fogunk találni még viselésérzékelést is, ami annyit jelent, hogy ha kivesszük a fülhallgatót a fülünkből, akkor megállítja az adott audiót, amit éppen játszik a telefonunk, illetve akár két eszközhöz is tud csatlakozni a fülhallgatónk a Dual Connection segítségével, illetve hívásokat is tud automatikusan fogadni az alatta lévő beállítással. Ezzel el is érkeztünk videónk végére, amennyiben tetszett, iratkozzatok fel a csatornára további tartalmakért, dobjatok egy lájkot, és találkozunk a következő videónkban. Sziasztok!